Az új sürgősségi centrum a Szatmári térségben egy 650 négyzetméter alapterületű új épület kialakítását, illetve 370 négyzetméter felújítását jelenti. Az osztályon 16 sürgősségi ágyat helyeznek el. Fehérgyarmat ugye az északkeleti országrész szinte legszélső városa, de viszont az első kórház a Schengeni határon belül, így a közlekedési infrastruktúra, illetve a térségre jellemző úgymond megbetegedési arányok miatt nagyon messze van a megyeközpont, ezért muszáj volt egy megerősített sürgősségi ellátás létrehozása. A sürgősségi centrum 531 millió forintból épül, 131 milliót műszerek beszerzésére fordítanak pályázati támogatás segítségével. Az egész egészségügyi ellátórendszer nincs könnyű helyzetben, illetve az állam, mint új tulajdonos sem bővelkedik pénzforrásokban, pénzeszközökben, viszont számos Európai Uniós pályázati lehetőség van, amiket, hogyha kellő módon figyelnek a kórházak, és jelen esetben mi holdingunk is, akkor ezeket megpályázhatják. Ebből nagyon jelentős pénzösszegekhez jutunk, gyakorlatilag a beruházásaink 100%-a, 99%-a EU-s pályázati pénzből valósulhat meg. Az új sürgősségi osztály bokrétaavató ünnepségén Fehérgyarmat polgármestere azt hangsúlyozta, nem csak a város, a térség életében is kiemelkedő jelentőségű a beruházás. A sürgősségi balesetellátás, ha másonnan nem, de a televízióból, filmekből ismert, hogy a legújabb technikával a humán erőforrásokat az orvosok és az ápolónők speciális szaktudását felhasználva pillanatok alatt tud egy ilyen intézmény, az SBO segíteni a bajba jutott embereken, és hát mindenki számára a saját egészsége az egy nagyon fontos dolog, és ahogy itt a megnyitó ünnepségen elhangzott, azért a Szatmári és a Beregi térség a egyik legrosszabb egészségügyi mutatókkal rendelkezik, a halandóság is ugye elég, vagy az átlag életkor alacsonyabb, mint az országban máshol, tehát én úgy gondolom, hogy az itt élők számára ez egy kiemelten fontos beruházás. A beruházás a tervek szerint nyár végére fejeződik be, így szeptembertől az új részlegben is elkezdődhet a betegellátás.